A testünkön található testrészek általában hasznosak, és lehetővé teszik azt, hogy képesek legyünk életben maradni. Ha megkérdezném tőled, hogy mire jó az, hogy van két kezed, két lábad vagy két szemed, akkor biztos órákon keresztül tudnál különféle dolgokat mondani, hogy mire is jók ezek a testrészeid. Viszont ha azt a kérdést tenném fel, hogy miért van szemöldököd, vagy miért nő a hónajadon szőr, akkor valószínűleg ez a beszélgetés egy hallgatásba fulladna. Annak ellenére, hogy az iskolában órákon keresztül tanulunk a saját testünkről, vannak bizonyos testrészek, amikről szinte senki sem tudja azt, hogy ezeknek mi is pontosan a szerepük, még annak ellenére sem, hogy egy-kettőnek valóban fontos szerepe van. A mai videóban olyan furcsa testrészekről lesz szó, amikről nem tudtad, hogy mire valóak. A hónajszőr. A hónaj a leggyakrabban borotvált testrész a nők és manapság már a férfiak életében is. A jelenlegi norma szerint a szőrös hónaj gusztustalan és egyetlen férfi sem találná azt vonzónak, ha a villamoson mellette álló egyébként csinos hölgy a kapaszkodás közben megvillantaná a hónaj kutyáját. Az evolúciós fejlődés során semmi sem történt véletlenül, így minden egyes testrésznek van valamilyen szerepe, ezekbe beleértve a hónajszőrünket is. A hónajszőr hasonlóan működik, mint egy dezodor, amivel minden reggel befújod a hónajadat, annyi különbséggel, hogy ez nem jó illatot áraszt magából, hanem különféle hormonokat, amik egyfajta vonzódást válthatnak ki az ellenkező nemből. A hónajunkon ezen kívül rengeteg izzadságmirigy található, amit nyilvánvalóan már minden olyan ember észrevett, aki betöltötte a 12. életévét. A hónajszőr ezt az izzadságot segíti egy nagyobb felületen eloszlatni, ami így könnyebben képes elpárologni. Egy másik elmélet szerint a hónajszőr segít a mozgás során kialakuló súrlódást csökkenteni. Az egyik testrészünkön található bőr folyamatosan egy másik testrészünkön található bőrhöz dörzsölődik, akkor ez egy idő után eléggé kellemetlenné tud válni. A hónajszőr segíthet ezt a fajta súrlódást csökkenteni és megvédeni a hónajunkon található bőrt az irritációtól. A mellbimbók. Függetlenül attól, hogy férfi vagy-e vagy nő, neked is van két mellbimbód. A furcsaság az egészben az, hogy a mellbimbók csak a nők életében játszanak fontos szerepet, míg a férfiak életében ezek semmiféle fontos szerepet nem töltenek be. Nyilván neked sem kell magyarázni azt, hogy a mellbimbók hiánya nélkül eléggé nehezen juthattál volna anyatejhez csecsemőkorodban, de ehhez apádnak semmi köze nem volt, ennek ellenére biztos neki is vannak mellbimbói. Ebből eredően talán benned is felmerül a kérdés, hogy akkor miért is vannak a férfiaknak is mellbimbói. Az embrionális fejlődés során egy bizonyos stádium még a nemek még nem alakulnak ki, viszont a mellbimbók már azelőtt kialakulnak, mielőtt egy embrió elérni azt a stádiumot, ahol eldől az, hogy a bizonyos gyerek fiú lesz-e vagy lány. Tulajdonképpen mind embrió kezdjük, és lehet, hogy ez most furcsán hangzik számodra, de mindenki egy lányként kezdi az anyamében. Igen, ez azt jelenti, hogy egykor még te is egy lány voltál, csak sajnos egészen eddig a pillanatig valamiért téged elfelejtettek tájékoztatni erről. A férfiak mellbimbói egyébként teljesen működőképesek, viszont a megfelelő mennyiségű hormonok nélkül ezek képtelenek a tejtermelésre. A szemöldök. Mindenkinek van szemöldöke, de nem meglepő módon ezeknek az alakja, sűrűsége és mennyisége minden ember számára más és más. A legtöbb nő képes órákat eltölteni, hogy a szemöldökét megfelelő formájúra alakítsa, míg egyesek egészen addig elmennek, hogy a teljes szemöldökőket leborotválják, majd ezt ezután felrajzolják. Azok, akik inkább egy rajzolt szemöldökkel járják az utcákat, valószínűleg nem tudják, hogy milyen szerepet töltenek ezekbe. A szempillákhoz hasonlóan a szemöldökök szintén a szemeinket védik. A szemöldökök segítik a szemeinket megvédeni az izzadságtól és a különféle folyadékoktól. A formájukból eredően az izzadság így nem tud egyenesen a szemünkhöz lefolyni, csak a szemöldök két oldalán. Szóval, ha legközelebb azon gondolkodsz, hogy leborotváld a szemöldököd az elvesztett fogadás eredményeképpen, vagy hogy te lehess a legszexibb csaj a suliban, akkor jobb, ha ezt elfelejted és meghagyod a szemöldökeidet olyannak, amilyenek. A szemöldökök ezen kívül nem csak a folyadéktól védik meg a szemeidet, hanem a portól is. Így ezek nem csak az esős és nedves környezetben válhatnak az előnyödre, hanem a száraz és poros környezetben is. Ezért van az, hogy a különféle éghajlatokon élő embereknek különféle méretű szemöldökük van. A mandula. A legtöbb ember manduláját általában már gyerekkorban eltávolítják, amit általában a folyamatos mandulagyulladások megelőzésének az érdekében végeznek el az orvosok. Emiatt talán azt gondolhatod, hogy ezekre semmi szüksége nincs az embereknek, de ez tulajdonképpen nem így van. A mandulák fontos részét képzik az immunrendszerünknek, főként az étkezések során, ugyanis ez az a pillanat, amikor a legtöbb baktériumot bevisszük a szervezetünkbe. A mandulák tulajdonképpen megvédik a szervezetünket azoktól az ártalmas baktériumoktól és vírusoktól, amik a szervezetünkbe juthatnak.
A mandulák képesek a testünket figyelmeztetni arra, hogy valami ártalmas baktérium jutott be a szervezetünkbe, aminek köszönhetően az immunrendszerünk azonnal működésbe tud lépni, hogy ellenanyagot termeljen. Ha esetleg neked már eltávolították a manduláidat, akkor sincs okod az aggodalomra, mivel ezek lehet, hogy képesek az immunrendszert figyelmeztetni az esetleges veszélyekről, de sajnos ezek sem tudnak minden fertőzést vagy betegséget megelőzni. A vakbél. Egy testrész, amit sokan teljesen feleslegesnek tartanak, az nem más, mint a vakbél, és ha valakinek egy teljesen felesleges szervet kéne megneveznie, akkor a választás általában a vakbélre esne. Ez tulajdonképpen annak köszönhető, hogy hosszas éveken keresztül a szakemberek képtelenek voltak rájönni a vakbél szerepére, de úgy tűnik, hogy végül mégis kiderült, hogy a vakbél egy eléggé fontos szerepet játszik a szervezetünkben. A testünkben rengeteg baktérium található, aminek a nagy része jó indulatú, és ezek segítik az emésztésünket, viszont egy nagyobb betegség után ezek nagy része és a bélflóra elpusztulhat. Ez az a pont, ahol a vakbél működésbe lép, ugyanis ez az a hely, ami az esetleges betegségek során a jó hatású baktériumoknak menedéket ad, így ezek itt képesek a betegséget túlélni, majd ezután a vakbélből újra termelődni. Manapság már külső forrásokból is újra lehet termelni ezeket a jó hatású baktériumokat, de évszázadokkal ezelőtt erre a feladatra egyedül a vakbél volt képes. Szóval, ha legközelebb valaki azt a kérdést teszi fel neked, hogy meg tudsz-e nevezni egy teljesen felesleges testrészt, akkor jobb, ha nem a vakbélre esik a választásod. A bölcsességfog. A bölcsességfog talán az egyik legidegesítőbb és legtöbb kellemetlenséget okozó testrészünk, amit bárki képes megerősíteni, akinek valaha volt már problémája a bölcsességfogával. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a bölcsességfognak soha semmi szerepe nem volt azon kívül, hogy megnehezítette az emberek életét és fájdalmas pillanatot okozott nekik, de a valóság ettől teljesen eltér. Manapság mindenki olyan ételeket eszik, amit könnyű megrágni, de az elődjeinknek nem volt ekkora luxusban részük, és fogorvosok sem voltak minden sarkon. A különféle kemény és nehezen megrágható ételeket evő elődjeinknek a fogai sokkal hamarabb elhasználódtak, mint a modern ember fogai, és ezeknek a pótlására az egyetlen megoldást a bölcsességfogak nyújtották. Ezért van az, hogy a bölcsességfogak csak nagyjából a 10. életévünk betöltése után kezdenek el nőni, és azok nem bukkannak ki egészen a 17 és 25. életéveink közötti időszakig. Az elődjeink állkapcsai a mieinknél hosszabbak voltak, így egykor még a bölcsességfogak nem okoztak problémát. Az idő múltával az emberek állkapcsai megrövidültek, de a bölcsességfogak megmaradtak. Ezek így manapság sokkal többet ártanak, mint használnak, és rengeteg fájdalmas pillanatot képesek okozni. A legtöbb fogorvos tanácsai szerint ezeket érdemes már fiatal korban eltávolítatni, mielőtt ezek nagyobbra nőnének, természetesen csak akkor, ha nem tervezel botokat rágcsálni, és a fogorvoshoz is hajlandó vagy néha-néha betérni. A nyelvcsap. Ha láttál már mesehősöket ordítani, akkor biztos te is láttad már a torkuk felső részén lévő jobbra-balra mozgó kis nyelvcsapot. Ha esetleg nem a mesehősöktől ismerős ez, akkor is valószínűleg tudod, hogy miről is van itt szó és mi is az a nyelvcsap, vagy más néven úvula. Amit talán nem tudsz, az az, hogy mi is ennek a szerepe és mit csinál a nyelvcsap a torkunk felső részén. A nyelvcsap az egyik leghasznosabb olyan testrészünk, amiről eddig nem tudtad, hogy mi is ennek a szerepe és mire is jó ez. A nyelvcsap a beszéd vagy nyelés során felfelé és hátra húzódik, ami megakadályozza, hogy az étel, a folyadék vagy a nyálunk bejuthasson az orrunkba. Sokan azt gondolják, hogy a nyelvcsapnak nincs valós szerepe és csak az egyetfejlődés során maradt ez hátra, ami eléggé érdekesen hangzik annak tudatában, hogy rengeteg emlős nem is rendelkezik nyelvcsappal. A nyelvcsap a nyelésen kívül segít a hangképzésben is, valamint az orváladékot is rávezeti a nyelvgyökre, hogy azt megtisztítsa. Szóval az ivást, az evést és a beszédet is figyelembe véve a nyelvcsapot az egyik legfontosabb testrészeink közé is sorolhatnánk. Az anyajegy. A legtöbb ember számára az anyajegyek semmit sem jelentenek, ami nem meglepő, mivel senki sem tudja pontosan azt, hogy ezek mitől is alakulnak ki, és azt, hogy mi is ezeknek a pontos szerepük. Vannak emberek, akiknek egyetlen egy anyajegy sem található a testükön, míg másoknak számtalan van. Léteznek bizonyos emberek és kultúrák, akik számára bizonyos anyajegyek különféle dolgokat jelentenek és szimbolizálnak. Például azokról az emberekről, akiknek a felső ajkuk felett található egy anyajegy úgy tartják, hogy jó lelkűek és kedvesek. A leggyakoribb helyek, ahol sok emberen anyajegyek alakulnak ki, az a nyak, hát és az arc. Néhány kultúra szerint a nyakon található anyajegyek egy agresszív természetű emberre utalnak, aki általában rendkívül antiszociális is egy időben. Egy vállon található anyajegy egy bátor és vakmerő emberre utalhat, míg az orron található anyajegyek egy lobbanékony természetű és éleseszű emberre utalhatnak. Természetesen ezek csak különféle kultúrákból eredő jelentései az anyajegyeknek, amiket semmiféle kutatás nem támaszt alá, szóval ha esetleg neked is van a nyakadon egy anyajegy, de mégsem tartod magad agresszívnak, akkor azért nem kell annyira kiborulni. A farokcsont.
Egyetlen embernek sincs farka, de mindenkinek van farokcsontja, és talán már benned is felmerült a kérdés, hogy miért is van farokcsontja az embereknek. Manapság az embereknek nincs a macskákhoz vagy kutyákhoz hasonló farka, de a farokcsont tulajdonképpen ezekhez az állatokéhoz hasonlít annyi különbséggel, hogy ez nem nő meg túlságosan hosszúra. Ezt a farokcsontot azoktól az állatoktól örököltük, akiket az ember elődjeinek nevezhetünk, viszont manapság már senki nem ugrál fákról fákra, így nincs egy hosszú farokra szükségünk, hogy az egyensúlyt adjon nekünk. Ezek hallatán úgy gondolhatod, hogy a farokcsontnak semmi szerepe nincs, de ez nem teljesen így van. Különféle orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy azok az izmok, amik segítenek nekünk a leülésben és felállásban, csak azért képesek minket mozgatni, mert a farokcsonthoz vannak kötődve. Ezen kívül a farokcsont segíti a helyes testtartást és egy kötődési pontot biztosít számos nagyobb izomcsoportnak és ínszallagnak is. Ha ezek közül a testrészek közül meg kéne szabadulnod az egyiktől, akkor melyik lenne az? Válaszodat írd le egy kommentbe, és ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsd el lájkolni, megosztani az ismerőseiddel, és feliratkozni a csatornára. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!